Megnyitott a gamerek legújabb szentélye, a Köki Terminál második emeletén. Körbejártuk az eSport Centert és beszélgettünk a lehetőségekről, célokról és az oktatásról. A kezdeményezés komolyságát mutatja a Coca-Cola és a Trust támogatása. Mindenféleképpen egy állandó helyet szerettünk volna, az oktatás mellett szabad játékra is van lehetőség. Tehát rengeteg e-sport kocsma már megjelent, viszont oda azért a fiatalokat nem annyira engedik el a szülők, az e-sport pedig elég gyakran a fiatalok számára is, ugye ez egy fontos mérföldkő. Ezért szerettünk egy olyan helyet, ahol nem árulunk alkoholt, ami olyan, mint egy edzőterem, csak e-sportra, videójátékokra szabtuk. Szeretnénk saját csapatokat is indítani, illetve szeretnénk őket is segíteni. Például a Nice Gaming csapatot már fogadtuk még a nyitás előtt bootcampre, és szeretnénk a különböző csapatoknak lehetőséget adni, kedvezményesen vagy akár ingyen, különböző hitelek mellett, hogy bootcampelhessenek, felkészülhessenek, akár a tehetségek csapatot találjanak, összetaláljanak egymásra, edzőket szeretnénk biztosítani melléjük, illetve a saját csapat is abszolút tervben van, bár ez még inkább a közeljövőre vonatkozik. 2001 óta foglalkozom, tehát 18 éves játékosi tapasztalattal rendelkezem. Oktatni olyan jó másfél éve oktatok, és hogy hogyan jött, hogy itt oktassak, az egyik barátommal, a Barta Gáborral, aki a Magyar Esport Akadémiánál dolgozik. Vele ültünk le egy este pár éve beszélgetni, hogy hogyan lehetne meghonosítani az e-sport oktatást minőségi szinten Magyarországon. És gyakorlatilag ennek a kivetülése ez az e-sport center is, ahol itt most vagyunk. Nem véletlen, hogy ismeretlenül csenket a nevem, hiszen a magyar szint azt gyakorlatilag tökéletesen elkerültem, de gyakorlatilag igen, mindig külföldiekkel játszottam, most pedig már a játékfejlesztésben dolgozom, én már 6. éve. Igyekszem a legjobb tudásom szerint megcsinálni itt az oktatást az e-sport centerben. Van már elég sok tapasztalatom, és bízom abban, hogy be tudom bizonyítani, hogy föl lehet húzni a magyar szint egy jobb szintre. A Building Champions szlogenünk azt mutatja, hogy senki nem bajnoknak születik. Ehhez ugye nagyon sok gyakorlás szükséges, hogy valaki abszolút professzionális szintre jusson. Ehhez viszont kellenek a megfelelő professzionális perifériák, és ugye ezeket tudjuk mi nyújtani. Erre fogunk törekedni, hogy mindig a legújabb perifériáink legyenek itt. Tehát, hogyha aki ide eljön, biztos lehet benne, hogy abszolút a top modelljeinkkel kapcsolatba tud kerülni, ki tudja őket próbálni. Tehát nem mindegy, hogy milyen gépen gyakorol az ember. Erről vannak különböző kimutatások, ugye milyen monitor refresh réten játszanak, ezt nem tudom magyarul mondani, elnézést, tehát konkrétan ki lehet mutatni, hogy egyszerűen jobbak. Egy ilyen centerben előfordulnak nálad sokkal jobb játékosok, és ők tényleg meg tudják mondani, hogy ott hibáztál, ezt jól csináltad, és szerintem ez a fontos, hogy legyen olyan visszaigazolás, amiből építkezni tudsz. Máshogy nem megy. Tehát ha az ember csak saját magától akar elkezdeni megtanulni bármilyen játékot, most az a legrögösebb út. Ha már van valami tudás, ami így össze van szedve, és ráadásul mondjuk így központosítva van, szerintem buta, aki ezt nem használja ki.